Sziasztok, a nevem Magyarorsi Csaba. Már megint. Én csak a vanabbi Magyarorsi Csaba vagyok, a nevem Laci. Sziasztok! A mai napon nem tárautós tartalom lesz, meg nem a munkámat fogom bemutatni, mivel szabad napom van, és egy olyan gondolatom támadt, hogy miért ne menjek el egy világörökséget megmutatni nektek, ha már itt lakok mellette 20 kilométerre, és még nem is csináltam erről videót. Úgyhogy átbiciklizem Melkbe, megmutatom, amit látni érdemes, elmondom, amit tudni érdemes erről a világörökséghez tartozó épületről, a Melki apátságról. Megnézem, milyen éttermek vannak, és megnézzük, hogy hol érdemes enni egy jót, és eszek egy ebédet. Ez a bicikliút, amin tekerek, ez egy nagyon híres bicikliút, és egy nagyon forgalmas bicikliút, ugyanis Passautól Bécsig ezen a bicikliúton lehet elmenni, és rengeteg német turista, meg mindenféle turista minden országból jönnek, és itt bicikliznek, ezért aztán a turizmus ki is használja. Végig a bicikliút mentén nagyon sok szállás, apartman, guesthouse, szálloda, minden létesült, és az első ilyen látványosság, ugye itt Krumnusbaumban, ahol lakok, pont vele szembe, fönt, Mária Táfel, ami Mária Celhez hasonlóan egy ilyen keresztény zarándokhely. Szép ez a rész. A víz az mindig szép. Mindjárt ott is vagyunk Pöklánban. Már benne is vagyunk Pöklánban, és az Erlauf folyó itt folyik bele a Dunába, ami mellett megyünk végig. Ahogy beérünk Pöklánba, van itt egy ilyen kis biciklis pihenő stáció, ahol láthattuk ilyeneket, hogy térkép, az érdemes látnivalókról, ugye Pöklánról. Van itt egy ilyen kis szervizpont, ahol a biciklit meg lehet szerelni, hogyha van vele valami. Szerintem teljesen ingyen, bele vannak költözve a darazsak, nagyon jó. Fel is lehet pumpálni a biciklit. És hát egy ilyen kis pihenő, és amiért nagyon jó, hogy lehet itt megtölteni a vizes palackot, úgyhogy iszok is, és után töltöm. Ami nehezíti a túrámat, hogy rohadtul fúj a szél. Itt a Duna mellett mondjuk mindig fúj, de most már különösen. Ez van. Közvetlenül itt a biciklis pihenő mellett, itt a Pöklánban, Duna mellett van egy ilyen jó kis szabadidős park, skateboard pálya, ott lehet edzeni, kültéri gyúrda, kicsit arra meg még gyerekeknek játékok, mindjárt mutatom. Szóval egy ilyen nagy fa mászóka, itt ilyen kis gumis ugráló, ami így lehet ugrálni, ilyen kis mini trambulinszerűség. Meg nézzétek, ilyet még nem láttam. Pizza karton gyűjtő. De jó. Kis nézőtérszerű, de hát igazából nem nézőtér, csak oda le lehet ülni. Mint egy-két ilyen művészeti alkotás, például ez, ami szerintem valami, nem tudom, ilyen hegesztőiskola tanulói csinálhatták ezt én szerintem. És egy ilyen adomány a városnak. És ilyen matek képletek vannak ide felírva. Aha, menő. Érdekességnek mondom, hogy decemberben itt szokott kikötni hajóval a Mikulás, mert hajóval érkezik. És akkor itt az egész város, meg minden környék gyerekei itt várják. Még egy ilyen művészeti alkotás, és egy gyönyörű szép Pöklán felirat. Wow! A Pöklárni Dunahíd. Ez pedig itt egy jó nagy állateledel gyártó cég, a Garant. És nem sokkal Pöklán elhagyása után fel is tűnik a távolban a monumentális épület, a Melki apátság. Mindjárt itt vagyok Melkben, most megyek el a Melki vízerőmű mellett,
Ugye Ausztriában nagyon sok vízerőmű van, itt van egy térkép, hogy merre s hol található vízerőmű, nagyon sok van. Itt kiírják, hogy mennyi áramot termel. Valamint 2007 óta egy ilyen hal vándorló segítő telep, vagy nem tudom minek hívják, ezt van itt. Úgyhogy tök jó, hogy itt ez a tábla. Na menjünk! Bicikliseknek át is lehet biciklizni ezen az erőművön, mint egy híd, ugye, szolgál. Nagyon szép innen a kilátás, és ugye ott van a Melki apátság is. Na itt lenne a Melki kikötő, itt parkol 1, 2, 3, 4 hajó, ott is egy, és aztán innen mindjárt benn vagyunk Melkbe, ez pedig itt egy kemping, úgyhogy kempingezni is lehet itt. Van itt egy szép nagy parkolója, egy csomó helyel buszoknak, ugye rengeteg turista jön ide, mindenhonnan, nagyon szép rendezett parkoló. Ugye ott van egy játszótér, megnézem azt is. Na, itt a parkoló mellett ez a játszótér, itt is van lehetőség ivásra, aztán gyerekeknek egy kis játszótér, van itt egy ilyen kisház, aztán ilyen farönkük, amin végig tudnak sétálni. Úgy látom, itt frissen vannak telepítve fák, legyen árnyék. Melk, itt pedig szintén egy ilyen vicces művészeti alkotás. Itt lehet jól fotózkodni, itt a képkeret. És ott az apátság, már túl is mentünk rajta. Igazából előbb be kellett volna mennem, csak meg akartam mutatni a kikötőt. És elő is bukkan a gyönyörű épület. Hát így megnézem, tényleg ezerszer elmentem mellette, de most, hogy kifejezetten ezzel a céllal jöttem, és így jól megnézem magamnak, hát gyönyörű tényleg. Egy barokk épület, Ausztriának a legnagyobb ilyen jellegű barokk épülete. Bence és Rendi szerzetesek több mint 900 éve élnek itt. A fő épület 320 méter hosszú, 1365 ablak található benne, és ezzel Ausztriában a legtöbb ablakkal rendelkező épület. A 12. század óta van benne iskola. Na de menjünk közelebb. Van itt egy úgynevezett meeting point, ahol a telefonokat lehet tölteni ingyenesen. Napelemről megy. És akkor menjünk be a belvárosba. A Dunának a kiöntése sokszor probléma volt ezen a környéken, meg hát mindenfele, mielőtt még a gát megépült. Itt mutatja ez az emlékmű, hogy mikor hol állt a víznek a szintje. 1501-ben elég magas volt. Basszus. Ma 2013-ban eddig állt a víz. Az kemény. Na, vessük be magunkat a belvárosba, az óvárosba. Közvetlenül itt van egy ilyen infócenter. Mondanom se kell, hogy éttermekkel és hotelekkel van tele az egész. Úgyhogy talál magának az ember szállást. Még a slágeres időkből ebbe a kávézóba hoztam sörpadokat, meg székeket, meg ilyesmit, itt volt a mi rendezvény. Hangulatos kis kiülők vannak, éttermek. Mennyire van kaja, nézzük meg. Kalbsbraten 21,50 per kiló. Cordon bleu, kartoffel zalátta, 8,50. Szuvenírek.
emlékek. Itt Váchauban nagyon híres a sárga barack, és vannak belőle likőrök, lekvárok, mindenféle szörpök, minden. Találtam, szerintem itt fogok ebédelni egy jó kis burgert. És akkor itt indulunk föl az apátságba. Na, feljöttem a lépcsőn, ez lenne itt a főbejárat. Nagyon szép. Itt egy étterem, és itt pedig be lehet menni a kertbe. Természetesen vannak ilyen vezetett túrák, gyerekeknek mondják itt a dolgokat. Épp azt magyarázta, hogy ez a két ajtó ott 900 éves. Azért itt a történelem az tapintható. Az embernek egy ilyen érzése van, amikor ilyen helyen van, hogy valami hatalmas dolognál van, valami emberfelettinél. Hatalmas könyvtára van, ugye erről is híres, kicsit puskát is csináltam, ha nem haragszatok. Tehát hatalmas könyvtára van, 1888 kéziratot őriznek, és a könyvtár 12 helyiségből áll, 100 000 kötet van benne, és hát nem mai darabok is megtalálhatók, amint látjátok. Nagyon durva. Most az épületben nem fogok bemenni. Egyébként a belépő 16 euró a felnőtt, a családi az azt jelenti, hogy két felnőtt, ugye, meg gyerekek, az 32 euró. Van tanulójegy is, 27 éves korig 8 euró. A parkban az 5,50 euró a belépő, a tanulóknak pedig 4. Nem tudom, mondtam-e, hogy 500 helyiség van az épületben, 500 szoba. Eddig egyébként, ameddig bejöttem, teljesen ingyen be lehet jönni, a mosdót is lehet használni. Aztán, hogyha az épületet akarja valaki belülről jobban megnézni, akkor ugye fizetős. A National Geographic 2008-ban feltett egy ilyen kérdést. 280 újságíró és 109 idegenforgalmi szakembernek feltették a kérdést, hogy melyik a világ legjobb, legszebb turisztikai célpontja, látványossága, és ezt szavazták meg. A Melki apátságot. Létezik egy úgynevezett Váchau ticket, egy ilyen különösen kedvezményes vonatjegy a Melki apátságot megtekinteni. Bécsből ide és vissza. Ebbe benne van még egy hajóút, tehát innen még le lehet menni egyet hajózni a Dunára, valamint a belépő ide az épületbe, ez így összesen 68 euró. Hát szerintem ez egy remek ilyen hétvégi program egy családnak amúgy, így ennyiért. Van egy ilyen legenda, hogy igaz vagy nem, azt nem tudom, de azt mondják, hogy egy titkos alagút vezet innen, az apátságból, valamelyik belvárosi házba, azért, hogy a szerzetesek a világi életet tudjanak élni, hogy kiszöknek a városba. Nem tudom, hogy igaz-e, de ezt olvastam. Jól néz ki nagyon. Na, felértem ide a tetejére. Ilyen kilátás van innen. Hát nem szar. Még jönnek fel busszal a csoportok. És így innen mennek. Ugye a lift is van, ugye természetesen mozgássérülteknek.
az autópálya, tehát nagyon közel van az autópályához a hely, és ott van az ÖMTC központ, az ÖMTC pálya, a Wachauring, ahol ugye csináltam a videót, amikor a C9-es képzés volt. És gyönyörű rálátni onnan, ide az apátságra, és ott bent, abban az üveges épületben, ott volt nekem az egyik. Ott bent volt az egyik előadás. Melk ezzel a gyönyörű apátsággal a Wachau régiónak a jelképévé vált. Ez a Wachau régió, ez ugye itt alsó Ausztriában, a Duna mentén, ilyen dimbes-dombos vidék, több várommal, gyönyörű várommal. Nagyon híres, ahogy már mondtam, a sárga barackjáról, meg a szőlőjéről, tehát a borairól. Egy nagyon-nagyon szép vidék. Wachauban található az emberi jelenlét legrégebbi nyomainak legismertebb helyszínei. Ezek a Stadtzingi és Willendorfi Vénusz, illetve a Stadtzingban és Willendorfban találhatók, a Gulgenbergi és a Willendorfi Vénusz találhatók itt, amik még a felső paleitikumba tartoznak. Itt meg tudjuk nézni egyébként egész pontosan, hogy mi, micsoda és hol van. Hatalmas kertje van egyébként. Focipálya, minden van itt. És akkor itt a bejárat a kertnek, ami külön fizetős, 5,50 €. Úgy döntöttem, hogy nem fog bemenni, mert hatalmas. És majd inkább bejövök a családdal. Együtt megnézzük. Van itt egy macska szeretők boltja is. Mindent lehet itt kapni, ami cicás. Na, leültem ide, ahol amit láttam, és megkívántam a hamburgert. Amit elfelejtettem mondani ott fönt, hogy Krisztus keresztjének egy darabját is őrzik, amin még a szent vér is rajta van. És játszhatnám itt a turistát, hogy osztrák kaját eszek, Schweinsbratent vagy schnitzelt, de én itt élek, úgyhogy nem kell turistáskodnom. Ha hamburgert kívántam meg, azt eszek. Nos, ezt kaptam 9,90 €, egy burger, kis ketchup, meg krumpli. Nem egy kézműves hamburger, de ennyiért ez nem rossz, megkóstolom mindjárt. Jó. Ennyit megért.
Tök jó, meg van pirítva az alja. És ropogós, finom. Jó volt ez a hambi, megettem. 12 euró volt a hambi krumplival, ugye pomesszel, meg ittam hozzá egy zero kólát. Ennél olcsóbban egy világörökség részénél enni, nem tudom, lehet-e. Igazán jól megy sorom ezen a szabadnapon. Fagyit is nyalok. Finom. 1,91 € gombóc. Ez az a fagyizó Corrado. Tudom javasolni, úgy nagyon finom ez a fagy, ilyen krémes, nagyon finom. És mit látnak szemeim? Haubicos autó. Az új kollégával. Mármint nem a Danival, hanem egy másik magyar. Ez egy másik osztrák kollega. Azért vicces, hogy ahonnan az összes turista jön, innen a parkoló meg a víz felől. Az első, amit meglát, az a kínai étterem. És csak utána a többi ott bent. Ezt el is felejtettem mutatni idefele. Ez egy ilyen színpad, ilyen fedett. És ilyen nyári mindenféle előadások vannak itt. Egyébként jó lesz sietnem hazafelé, mert eléggé felhősödik az ég. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Home sweet home, haza is értem. Remélem tetszett nektek ez a kis bemutató. Ha igen, akkor légy a lájkot, kölyítsétek le, és a feliratkozást is. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? And what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? To fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I